Erős volt szó már korábban, de hogyha az a kérdés, hogy miért Jakob az örökös, és hogyan lehetséges az, hogy a hazugság ellenére ő lett a, az örökös, igazából ez a történet annál azért bonyolultabb. Ha, és ő a, a két gyermeknek az anyja. Tusakodnak valami a fiak a méhében, és azt kérdezi, ha ez így van, miért vagyok én így? Miért történik ez velem? Elmegy, és megkérdezte Jahua. És azt mondta neki, Jahua, két nemzetség van a te méhedben. Ez goly, úgy, mint ahogy hívják, a, aki nem a judaizmus követi, gaim, vagy goly két különféle nép van a te méhedben. És két nép válik ki a te belsőből, az egyik nép a másiknál erősebb lesz, és a nagyobb szolgál a kisebbiknek. És betelének a szülési nap, és megszületik ez a két gyermek. Szóval Jahua már megmondta, hogy mi az, ami történni fog, még mielőtt megtörtént. Azt nem mondta, hogy mi lesz ennek a módja, hogy el fognak jutni majd ehhez, csak azt mondta, hogy mi lesz. De ká, tudta, hogy mi lesz, de azt nem tudta, hogy mi lesz a módja annak, ahogy, ahogy, ez meg fog történni. De ez ennél bonyolultabb lesz, ki jött az első, ki jön a második. Hé Szá, vagy Ézsajó az első szülött, ő az, akit megillet az első szülöttnek járó áldás. Ugye azt tudjuk a Torából, hogy kétszer annyi az első szülött, és aztán minden más a, a többi. Ezt egyébként Ábrahám demonstrálta is, mikor az összes másik fiát elküldte Két különféle nép lett. Azt mondta, hogy két külön nép lesz belőle. Fölnevekedett a két gyermek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt, Jahob pedig egy szelíd ember volt, aki sátorban lakozott. Ez a szelíd ember, ez tám, tökéletes, egész, csorbítatlan és hiánytalan. Ez az a fajta ember, amit mondott Davidra, mikor azt mondta, hogy az ő szíve tökéletes volt Jahuához, hogy az én szívemhez, egy ember teremtek és ez volt David David nem volt hibátlan mint tökéletes de a szíve Jahuához húzott ez volt Jahóp. és a ellenben a mező embere volt a világé a mező a világ a vadállatok, amik az, a, a, világban vannak, azok a különböző népek. Ezért mondja azt Nabokoronozónak, hogy a fához minden vadállat, meg minden madár, meg minden oda jön majd. Az a különböző népeket reprezentálja a mező és a világ. Ez az ember volt Ézsó. Jakob pedig az, aki otthon volt, aki azt csinálta, amit, mint, mint mondott nekik az előbb olvastok Barasit 18-as fejezetben, hogy Ábrahám megtanítja majd a leszármazottainak, hogy mi az, amit csinálni kell. Ez volt. Itt szák? És ez volt Jakob. Ézsó egy másik fajta ember volt. Még nem is tudjuk, hogy mi az, ami lesz, de már világos, hogy két különféle ember fog születni ebből a kapcsolatból, két különböző nép lesz, és az egyik uralkodni fog a másikon, illetve mind a kettő fog mind a kettőn, de a lényeg az, hogy egy, a fiatalabb fog a, az idősebben ezt majd elmondja. Hitzák, Ézsó úgy szeret, Repka pedig Jakobot. Két külön nép alakult ki. De az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy Jakob, az, aki az első szülöttséget örökölte, valami főzeléket főzött. Jakob, hazajön vagy és el van fáradva, amikor a világból hazajön. Azt mondja Ézsau Jakobnak. Nem Jakob az, aki kezdeményező ezt az egészet, hanem Ézsau. Azt mondja, hogy hagyj egyen abból az ételből, mert fáradt vagyok. Ez az étel vörös, ez a dam a vörös erről volt szó, ezért kapta a nevet, mint hogy uh, Tom. De a lényeg az, hogy ő kér ebből. Jakob hülyen az ő nevéhez azt mondja, add el nekem az első szülöttségedet, és én adok neked. Nem azt mondta, hogy ez az enyém, vagy én elveszem. Azt mondta, hogy itt van egy üzlet. Köszönjük egy üzletet. Adok enni, add el nekem azt. Azt mondja Jézsau, íme én halni járok. Szóval már mindjárt hogy én éhes vagyok. Mire van nekem ez az első szülöttségem? nem probléma. Esküdjél meg hát nekem, azonnal! És megesküdött neki. Ézsau, sabá, neki is elad az első születésének jogát. Esküd tesz. Fogad, vagy megfogad, vagy fogadalmat tesz. Szóval nem tud már onnan visszakozni, hiszen ő kimondta. Mi, mi mondhatjuk azt, hogy át, ugye, hát most egy, egy izér, az nem úgy volt, hanem most nem gondolod, hogy egy lencsér, vagy miért eladom, érted? De ott ez nem így működött ez a dolog. Ha valaki mondott valamit, úgy kéne, mint hogy most, hogy mondok valamit, azt az úgy van. Ezt mondta a ja, nem mondok-e valamit, ami, amit aztán nem úgy van, vagy megváltoztatja. Ő nem változtatja meg. Azt mondta, hogy jó, nem probléma. Esküdjél -e meg hát nekem. És akkor Jahob ad a Szávnak vagy Ézsávnak kenyeret és főtlencsét, evék és ivék felkel, és elmegy. De a lényeg az a végén következik. Így vetette meg Ézsáv vagy Száv az első születségét. Megvet vagy lebecsül. Vagy már vagy lené. Értéktelen dolognak tartotta ezt, az első elsőszülöttségét. Úgy, hogy Ábrahámnak megmondta, hogy a te magodból áldottnak meg a föld minden nemzetségei, szóval tudta, Jezsó, hogy ő az ő magva. Szóval lehetett volna ő is, aki ezt az áldást viszi tovább, mint ahogy Jahob lett az. Ennek ellenére ő úgy volt vele, hogy nekem az a fontos, hogy mi van a mezőn, hogy én éhes vagyok, aztán én meg dolgom, engem nem érdekel ez. Akkor ez változtatta -e azon a kérdésen, amit az elején feltettünk, hogy hazudott Jakob, vagy persze hazudnak később, az nem azt jelenti, hogy a hazugságnak nincsen következménye. Attól, hogy hazudott, attól még Ézsau eladta az ő első szövetségének a jogát. Az, hogy ő hazudott, azon majd egy külön napon Jahua leszámol, mint hogy le is számol. De attól függetlenül Ézsau még ezt kimondta, szóval ő, ő, őről meg ezt tudta Jahua, hogy ez lesz. Ezért mondta azt, amikor római levélben Saul ezt említi, most mindjárt megnézzük, hogy, hogy e a kereszt de azt mondja, miképpen megvan írva, Jakobot szeretem, és Ézsau pedig gyűlöltem. Ő nem azért gyűlölte ezeket az embereket, mert ő csak egyszerűen ezt kiválasztotta. Ő tudta, hogy mi van az ember szívében. Ezt mondtam el az előbb. Ő felerősíti a hogy mi van az ember szívében. Hogyha az ember szívében gonoszság van, akkor olyan lesz, mint Ézsau, meg olyan lesz, mint Fáraó. Ha az, ha az ember szívében engedelmesség van, akkor meg olyan lesz, mint egy bárány, vagy mint amilyen Jakob volt, vagy Izrael! Mert Jakób neve megváltozik egy ponton. Azért, mert Jakób megváltozik egy ponton. És már nem lesz az, aki átver valakit, hanem átváltozik Elohim fiává. És az a pont, amikor átváltozik, az szerintem egy elég fontos rész, és mindjárt meg fogjuk azt is nézni. A Brima zsidókhoz 11.20-ban is elmondja ezt, hit által Ádám meg a jövendőkre nézve, ilyet Szákiák, Hobot és Ézsaut. Izsák hitte azt, hogy, hogy ezek a dolgok be fognak következni, amiket ő mond, mert ő hit Elohimben. Nem tudta volna. Ugye a 11-es fejezet a hitről szól. Azzal kezdi, hogy megmondja a hit definícióját, a reméle dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És aztán példát példa után mutat nekünk, hogy ezek az emberek így éltek. Mindenkinek meg kellene vizsgálni csak a saját életét, hogy ő lehetne egy példa ebben a sorban a többi ember számára a jövőben, mint a hit megtestesítője itt az életben. Ézsau nem volt az, őt érdekelte az, ami van itt. Jahobb pedig az érdekelte, ami majd eljön. Persze nem volt tökéletes, mint ahogy senki sem volt az. Ennek ellenére megtörtént, ami megtörtént. Malakiás vagy Malakia, Jahua angyala. Az első fejezetben ez ugye Jehova az, aki beszél, szeretelek titeket, azt mondja Jahua, ez Izraelről beszél, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem, atyafia fia volt, száv Jahóbnak, szóval ez testvér volt ez a két ember. Azt mondja nekik, hogy szerettelek, nézd meg, hogy ezek testvérek voltak ez a kettő, azt mondja Jehova. Jahóbot szerettem, Hesávot vagy Ézsaut pedig gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, és az öröksége, örökségét pedig a puszta és nem azért utálta, mert ő egyszerűen így döntött, hogy az egy gonosz emberként fog születni. Az csak egyszerűen így született valami oknál fogva. Hogy ki dönti el azt, hogy mi van az ember szívében, mielőtt megszületik, azt nem tudom. De gondolom, hogy ez valami véletlen. Szóval hagyott benne valami véletlen. Legalábbis így tűnik nekem logikusnak most, hogy valami, amit ő nem akar irányítani. Egyszerűen csak kidobál ez a random valami ilyen emberkéket. Az egyik ilyen, a másik olyan. Ő meg segíti azt, aki aki olyan, akit meg nem, azt nem. De lehet, hogy nem így van, ez csak az én elméletem. A lényeg az, hogy ő nem azért szerette Jakobot előre, mert ő azt választotta, hanem tudta, hogy milyen lesz a jövőben. Ez az oka annak, hogy nem Ézsaut választotta. De most, hogy ez megvan, és visszamegyünk ide, ez folytatódik tovább ez a történet. Szóval tartsa észbe mindenki azt, hogy ezt az embert úgy hívták, hogy átveri a másikat. Jakobnak az egyik értelmezése ezt jelenti. Ha haladunk tovább, akkor egy ponton, ugye megáldja Ábrahám Icákot, szóval megy tovább az az áldás, amiről beszéltünk az előző alkalommal. Itt van. És amikor egy száv vagy Ézsau 40 esztendős volt, feleségül vette Jehuditot, a Kitteus béri lányát, és baszmátott a Kitteus Elon lányát. Hogyha visszaemlékszünk, hét nép volt, az egyik a Kitteus volt, akit kiűzött Jahua a, Izrael elő. Szóval ez egyik azoknak. És ők valának, Icáknak és Rebekának a nefes vagy lelke keserűsége ezek a nők. Ez egy másik, egy idegen hatalmasságnak a követői voltak ezek a nők. Ezeket vette feleségül Ézsau szándékosan, mert ő tudta, hogy ezzel felbosszantja Izsákot, hiszen Izsák megmondta, hogy honnan vegyen feleséget magának a gyereke. Ez pedig a történet már bár a 27-es fejezet, amikor Jakob cselle elveszi az első szülötti áldást. Ezen a ponton ő már nem vette semmit, ez már az ővé volt. Már két fejezettel előbb Ézsau neki ígérte. Szóval neki nem kellett elvenni semmit, ez már akkor az ő tulajdona volt. Mint ha én azt mondom valakinek itt, hogy jó, oké, neked adom azt az autómat. Megesküszöm rá. Akkor onnantól kezdve az az ember egyszerűen csak azt mondja, hogy figyelj, csak ezt te kimondtad. Én már nem tudom azt mondani, hogy, hogy át, meggondoltam magam, vagy én nem létezik ilyen, hogy meggondoltam magam. Ezért mondja azt, hogy még a bolond is értelmes, a csöndben marad. Mert akkor inkább nem mondok semmit, mint hogy olyat mondjak, amit aztán vissza kell vonnom. Szóval ez már itt megtörtént ezen a ponton. Úgyhogy ez itt nem igaz. Jakob nem vette el csellel az első szülötti áldást, ő csak egyszerűen felajánlott egy üzletet. Szóval akkor még nem is volt csel benne, amikor ez már megtörtént. A csel még csak most jön. Mikor megvénherett Ircák, vagy Izsák, ő meg akarta áldani Ézsaüt. de senki nem tudott erről az egész bizniszről semmit, ami a két gyerek között volt. Csak a két gyerek szerintem már el is felejtette Ézsa. Legalábbis azt hitte, hogy, hogy ez már ez már a múlté. A Rebeka meghallotta, hogy Izsák Ézsaújnak ezt mondta. Ő pedig szólt Jakobnak, és azt mondja, íme hallám, hogy atyát szól a bátyának, szávnak vagy Ézsaunak mondván, hoz nekem vadat, csinálj nekem kedvem szerint való ételt, hogy egyem és megáldjalak téged, a hua előtt, minek előtte meghalok. Rebeka az, aki kapcsol, hogy ez, ez, nem így van, mert nekem azt mondta a hogy, hogy mi lesz a, a két gyerekkel a, a történet, hogy a, a kisebb lesz az áldott, és nem a másik. Szóval valamit ki kell találni, hogy ez így legyen. Ő nem is tudta, szerintem, legalábbis arról nincs szó, hogy ez az üzlet megkötetett Ézsau és Jakob között. Mindenki megkapja magáét később azért, amit csinált. Arról nincs szó, hogy Jahu a szemet hunyt volna a csel, meg a hazugság, meg ezek között, fölött az egész dolgok között. Ez majd világos lesz mindenkinek, amikor megbeszéljük ezt. A lényeg az, hogy egyelőre nem erről van szó. Egyelőre most itt megy a történés. És az pedig az, ezt mindenki ismeri, hogy Jakob felöltözik, mintha Ézsau lenne, és aztán utána egy szák megáldja Ézsau. És megjelenik ugye Jakob. Szóval ez a pont, amikor hazudik. Persze hazudik. Ez a történet azért annál bonyolultabb, mint hogy ő egyszerűen csak hazudott, az meg nem tudta. És odaadta neki. Ez azért nem ilyen egyszerű. Azt mondta, hogy én vagyok Ézsau. Hazudott. Aképpen cselekedtem, amint parancsolált, szóval hazudott megint. Kelj fel, kérlek, ülj le, egyél a vadászatban és áld meg engem. Ez az áldás, ez a barák, rá fog szállni, ráadásul ebből a nefesből azt mondja, hogy áldjon meg engem a te lelked. Persze felmerül a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy te ilyen hamar visszatértél, amikor még csak most mondta. Ő pedig azt mondja, hogy hát jahua megsegített, szóval hazudik megint. Ráadásul már Jahoo is bele van vonva. Azt mondta, hogy mert jahua a te elokimet hozta előmbe. Szóval hazudott harmadjára úgy, hogy Yahuwa is benne van. Azt mondja, hogy jól van. A szó hobbszava de a kezek Ézsauhé. Nem ismerte meg őt, mert a keze ugye szőrös volt, mint ézsau a bátyának. Annak okáért megáldá őt. És azt mondja, te vagy, fiam, Ézsau? Felele, én vagyok. Megint hazudott. Hozd ide, hagy hagyj egyem az én fiam vadászatában, hogy megálljon téged az én, ez ne fes, gondolom, igen. És oda vivé, és evék, és bortvőnek, és ivék. Szóval, mikor szövetség köttetik, akkor mindig van egy lakoma. Tehát még nem lehetünk az új szövetségben teljesen, mert itt nem volt meg ez a lakoma, az már Sion hegyén lesz, mikor visszatér. Sőt, amit mondott, hogy a lakomára őszigyűjük egy csomó ember, azt mondja, hogy hívjatok mindenkit, akinek van szabad ideje, majd én lerendezem, mikor elkezdődik, hogy ki az, aki ott maradhat, meg nem. És azért mondja azt, hogy milyen ruhád van, hogy itt vagy. Úgyhogy ez még a jövőben lesz. Még a szövetség nem köttethetett meg. Úgyhogy ezt nem én találtam ki, hogy még nem az új szövetség még nincs érvényben, hanem egyszerűen csak minden példa erre utal, hogy ez így van. Persze, mi már úgy élünk, mint egy eljegyzett menyasszony, minket már köt a szövetségnek a, a feltételrendszere, de még a szövetség nem köttetett meg ennek ellenére. Úgy kell élnünk, hogy bizonyítsuk, hogy mi egyáltalán érdemesek vagyunk arra, hogy ott legyünk azon a menyegzőn. De még nincsen az új szövetség, hiszen még mindig tanítja az ember a másikat. Mert még mindig nem mindenki ismeri a huát. A kicsitől a nagyig. Szóval még nem lehetünk ott. A lényegesebb az az, megtörténik ez a szövetség. Megállja Izsákot. Adjon Elohim te neked az ég harmatából és a föld kövérségéből, a gabonának, borna bőségét is népek szolgáljanak neked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted, mint ahogy Salomon és Dávid idejében ez volt. Légy gazda a te atyád fiaim, vagy úr, és hajoljanak meg a te atyád fiai. Ez mind így volt, amikor Dávid vagy Izrael a csúcson volt, hogy az összes körülötte levő nép az mind szolgálta, sőt az egész világ. Szóval az atyafiai fiai mind őt szolgálták, beleértve Ézsaut is. Ugye Dávid majdnem kiirtotta az egészet. Ezt is olvashatjuk. Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott. Itt még zárójelben hozzáteszem, hogy aki nem ismeri, hogy ki az igazi nép, az nem tudja megáldani. Szóval az egy problémás szituációban van, mert azt mondta, hogy átkozott, aki téged áldoz, és áldott, aki téged áld. Szóval, ha valaki nem ismeri ezt a népet, és nem tudja áldani vagy segíteni, akkor az nem tudja ez beteljesíteni, és arra rászáll az átok, még akkor is, ha tudatlanul csinálja azt, mint minden más eset. Úgyhogy én óvatos lennék, hogy ki mit beszél kiről. De a lényeg az, hogy megkapja az áldást, és megjelenik Ézsau. Azt mondja, ki vagy te? Azt mondja, én meg az első született Ézsau. Hát akkor ki volt ez a karakter, aki itt volt az előbb, és én már megáldottam. Hát ő meg a testvérem volt, és azt mondja, hát meg engem! A te jöve álnoksága és ő elvevé jött te áldásodat. Miért már? Családság, csalás, forté vagy félvezetés. Ez minden, ami rossz. Ő elvette a táldásodat. Azt mondja, nem méltán hívják-e Szóval akkor a név valami ilyesmit kell, hogy jelentsen. Hogyha azt mondja, hogy nem méltán hívják-e Jehovnak? Mert én már két ízben csalt meg engemet. Most akkor, ha visszaemlékszünk arra a történetre, amit megbeszéltünk, akkor az elsőben, Hol volt a megcsalás Jakob részéről? Igazából sehol, nem? Az egy üzlet volt, mintha én azt mondom valakinek, hogy figyelj, adj pohár vizet, odaadom a, a lakásomat, mert olyan szomjas vagy. Ezek azt mondja, jó, nem gond. És utána még azt mondom, hogy meggondoltam magam mégse. Ilyen nem létezett abban az idő, mint ahogy most se egyébként, csak az emberek azt hiszik, hogy van. De a lényeg az, hogy már két ízben csalt meg engemet. Ez a szó pedig eh, a cháb. Jakob, a cháb. Ez az a szó, amiből származik. Valakinek a sarkában lenni, belekapaszkodni a sarkába valakinek, kiátszani valakit. Oké, okay? innen származik Jakob neve. Azt mondja, hogy így hívják ezt a karaktert. Átvert. Úgyhogy most már tudjuk, hogy mindaddig, amíg Jakob a neve, ő így élt. Ő átverte Jahuát is, Majd megmutatom, hogy megtalálom gyorsan, hogy hol. Erre most megpróbálta. A lényeg az, hogy két ízben család meg engem is elvette az első szülöttségemet, most meg az áldásomat. Igazából a kettő egy is ugyanaz, mert az első szülöttsége jár egy áldás. Szóval ő azt már eladta, úgyhogy ez már rég nem volt az övé. Tartottál-e nekem is valami áldást? Azt mondja Izsák, hogy íme a te uraddá, uralkodódá vagy gazdáddá tettem őt. És minden atyafiát fiát neki, gabonával, borral is őt láttam el, mit műveljek ezek után, én már veled fiam, innen nincs visszaút. Én már nem tudom azt mondani, hogy ah, ez nem is a jó fiú volt, úgyhogy vissza az egész, majd adok ennek a számot, ami veszik utána. Értető, hogy az, amit mi mondunk, így össze-vissza, azt mi úgy veszük, hogy ah, na, nagy kaland, csak kisüsszott a száma. De jahu, ezeket jegyzeteli, meg, meg, figyeli, hogy most jó, ez az ember azt mondta, aztán meg ez van. Most ez hogy lehet, hogy ez, ez beszéli, az közben az van. Nem, hogy nekünk ez természetes, hogy mi visszamegyünk az ígéreteinken, meg amit mondunk, meg ezt mondom, meg úgy lesz, meg ezt ígérem, az közben nem is az van. Itt ő tudta, hogy itt vége van ennek az egész dalnak. Nem tudok, mit csinálni, mert már ez kijött a számon. Ágy meg engem is, atyám, felemelé szavá, száv, és ahol és sír! Vala. Ez uh, Abrém Abrim Zsidókusz 12 17, Azt mondja, mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldás, még az... Ja, sőt, bocsánat. Hogy vigyázz arra, hogy Elohim kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ez pikli a keserűség, de egyébként dű, harag, vagy méreg, vagy bosszúság. Szóval elmondja, ez az, ami Ézsaut út majd megakadályozza, hiszen róla beszél. Szóval ne hagyja senki itt, senki, hogy a dű, a harag, a méreg, meg a bosszúságnak a gyökere fölnövekedvén megzavarja, és ezáltal sokan megfertőztessenek. És Elohim kegyelmétől így elszakadja. Úgyhogy óvatosan gondolkodjon mindenki a fejében másokról, meg a szituációról, ami kialakul körülött. Ne legyen senki parázna, ez pornos, ez szó szerint parázna, vagy igaztalan. De ez profán egyébként közönséges. Úgy, mint hogy nem hodes. Tisztátalan. Mint Hesau? Vagy Ézsau? Aki egy ételért eladta az ő első születési jogát. Ez volt a probléma Ézsauval. Hagyta, hogy az a dű, gyökeret verjen benne, megzavarja őt, és ezáltal kiessen a kegyelemből. És sokan megfertőztettek utána. Minden leszármazotta, meg hobbnak minden leszármazotta. Hiszen ez a háború, ez a harc azóta folyamatos, ezek közt a nemzetek közt, mindjárt megmutatom ezt is. Megfertőztetek sokan, ugye ez az, ahol, ahol tartottunk. Most erre egy dolgot hagymutassak meg, csak hogy mekkora problémát okozott ez az egész. Ez Helém Zsoltárok 83-as fejezet. Azt mondja, Elohim ne vesztegej ne hallgass és ne nyugodjál Elohim, ez a száv. Mert íme háborognak a te ellenségeid. Gyűlölőid felemelik a fejüket. Népek el, néped Izrael, Jakob ellen Állok tanácsot gondolnak, és a védenceid ellen terveket szőnek, ez az, akiket elrejtettél, akiket kiválasztottál. Ezt mondják! Gyertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Iszrael nevét. Ezek az ő ellenségei, mert tanácskoztak együtt egy szívvel, és egy szövetséget kötöttek ellened. Ez egy brit. Ezek az emberek egy szövetséget kötöttek Izrael ellen, és ezek az emberek közül az első Edom, vagyis Ézsau. És az ismaeliták, Ábrahám másik fia, aki szintén kiesett ebből, Icák mellett. És a Moabiták, aki Lót leszármazottja, Hagarénusok, a, a Gebáliták, ez, ez Biblos egyébként, ahonnan a Bibliaszó származik, az Ammoniták, Lót másik fia, Amalek, Filiszteusok, Tírus, aki azt a környéket lakta. Ezek együtt összeszövetkeztek ellene. Asszíria segítőjévé lettek Lót fiainak, Moab és Ammon. Ez mind annak a következménye, ami történt ezek közt a gyerekek között. Ismael született, amikor Sára és Ábrahám úgy döntött, hogy majd ők kitalálnak egy megoldást arra, hogy legyen utódja. Szóval mindennek, amit csinál az ember, és minden döntésének megvan a következménye. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy Jakób megkapta azt az elsőszülöttségét, és meg is kapta, és hazugság árán, de ennek a hazugságnak Meglett a következménye az pedig egy egész emberiség történelmén átívelő háború, aminek mi a, a, a részesei vagyunk ma. Azok az emberek, akik itt vannak, azok az emberek, akik irányítják ezt a világot jáfettel együtt. Mert ezt tudjuk, hogy Jáfettel szövetséget között ídom a későbbiek, elolvashatjuk az apokrifában. Szóval ezek az emberek mindvégig szövetkeztek Izrael ellen. Lehet, hogy megkapta azt az első szülöttnek járó áldást, de azzal együtt járt a hazugsággal, a büntetés, illetve hát a következménye annak. Úgyhogy semmi sem volt ingyen, meg nincs is. Persze a végén jóra kijön, de azért a 6000 év alatt ez nem kevés problémát okozott. Szóval a római birodalom, aki Jáfet, az Edomiták, az összes többi mind együtt harcol Izrael ellen. Őket nem érdekli az olaj, a pénz, a hatalom, ez mind megvan nekik. Az egyetlen céljuk az, hogy ezt a népet, és erről már volt szó, el tudják terelni a helyes útról, mert mindaddig, amíg ez így van, addig ők tudják uralni a világot. Abban a pillanatban, amikor ez nem így van, és Izrael rájön, hogy ők azok, és járják az utat, onnantól kezdve a hoa belép a képbe, és azt mondja, hogy ha azt csinálod, amit mondtam, akkor az lesz, amit megígértem, 5 Mózes 28-as fejezetben 1-15-ig, az áldások ígéret. Akkor ez lesz. Ugye ez megismétlődik aztán 3 Mózes 26 elején, ugye ugyanígy. Megszalasztja szalasztja előtted az ellenségeidet, akik rád támadnak. Egy úton jönnek ki és hét úton futnak. Ádás parancsol, melléd, a a mindenben, amire ráteszed a kezed. megáll a földön. Felkészít téged magának egy kodes népé, amiképpen megesküdött neked, hogy ha megtartod, se már a telohimednek parancsolatait, akkor, és az ő utain jársz, akkor majd ő veled lesz, azt mondta Ádámnak művelje, és már őrizze. Szóval ugyanezt akarta akkor is, mint amit akart Jehobba. Csak leszűkített a kört, mert az sok mindenkivel nem lehetett bírni, mert csak ment mindenki a feje után úgy volt vele, hogy kitál egy új tervet, hogy ne kelljen mindenkivel foglalkozni, és majd azzal foglalkozik, aki ha, de aztán persze ez is megváltozott, ezt is olvashatjuk, ugye Jeremiáho 30-20, kitalált egy új rendet, amikor az asszony környékezik meg a férfit. Amikor azt mondta, hogy jó, akkor én kiszállok ebből az egészből, és akkor nézzük meg azt, hogy ki az, aki hajlandó engem teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből keresni. És majd annak felfedem magam úgy, olyan fokozatosan, ahogy én akarom. Úgyhogy ezért nem ismeri a világja hoát. mert nem úgy él, hogy ismerhesse. És ez az új rend, amit ő teremtett. Szóval itt ez az a rész, amiről beszélek, és látta is, hogy egy cák megáldotta Jakobot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget, és mikor á, ágya, vala, parancsolja neki, mondja, hogy ne védj feleséget a kananeusok lányai közül. Szóval ez az a rész, ahol megparancsolja egy szák neki, hogy ne vegyen feleséget a kananeusok lánya közül, és itt ugye ez sem má, hallgat az atya szavára, és az anyja szavára, és el is ment Mezopotámiába, szóval a a parancsolat, hogy, hogy tiszteld atyát és anyádat, hogy hosszú ideig azon a földön, amit Jehova jól, hogy adott neked, az egy része ez. És látta Ézsau, hogy a kananeusok lányai nem tetszenek Izsáknak, és, és, az ő atyának, és elmegy Ézsau Ismáelhez, és feleségül vette az ő feleségei, feleségehez, ismáelnek ugye már volt két felesége, Ábrahám fiának lányát, ma ne bajotnak hugát. Szóval ő szándékosan azt csinálta, amit, amit, azok nem szerettek. És ez volt az, amit ír a, a Brim zsidókhoz, hogy, a harag, ami gyökeret vert abban az emberben, az eltávolította idővel Jahuától, és ő csak azért is mást csinált, mert ö, szóval ő nem tudott, nem tudta elfogadni azt a tényt, hogy hogy, mégis ez az ő hibája voltna. Szóval ezt csak egyszerűen le kellett volna nyerni, azt tovább menni, hogy ezt benézte ott és kész, de ugye nem ez, ez volt az, ami, ami, ami történt. És szerintem, amit kerestem, az remélhetőleg most következik ha tovább haladunk itt, a 28-as versben eljut Jakob egy helyre, ahol elalszik, ezt ismeri mindenki a lajtóriát, ahol az, a kém jön le fel. Jahua ott volt, és így szólt hozzá. Én vagyok uh, Jahua, Ábrahámnak, a te atyádnak, Elohime és szaknak Elohime. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. Ekkor már ő kimondta, hogy neki adja, ne? És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, ezt is és terjeszkedsz nyugatra, keletre, éjszakra, délre, és te benned és a te magadban áldottam meg a föld minden nemzetsége, és ez már Jakób. Íme veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, se már, valahova mész, szóval mi megőrizzük az ő szavát, ő meg megőriz minket, ahova mész, és visszahozzal, -e, hogy erre a földre. Mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Ő ezzel le is zárta ezt az ígéretet, nem? Ő már ezt kimondta. Még csak feltételt sem szabott neki. Nem úgy tűnik, hogy ez megígérte neki. Azt mondja Jakob. felkelt Jakob reggel, vett azt a követ, ami a feje alatt volt, felállított egy oszlopna, olajat öntött neki, öntött rá is, betelnek nevezte Elohim, uh, Betel, Elohim háza. Előtte pedig lúzval annak a városnak nevet. tesz Jákob, mondja. Oké, okay, szóval jön Jakob, az ő saját tervével előáll. Ha Elohim velem van, és már. Megőrizz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételő, kenyeres, öltözetű ruhát ad nekem, és békességgel visszatérek atyám házához, amit már ő megígért neki az előbb, akkor Jahua lesz az én Elohim. Jahua már megtette az ígéretet, erre ő visszajön, hogy ha ez lesz, majd akkor lesz Jahua az én Elohim. Szóval Jahub végig folytatta ezt a viselkedést, amit ami a neve volt neki. Ezért volt ez a neve. Ő végig haladt egy úton ebben a könyvben, amíg eljutott arra a pontra, ami, ugye én még hozzátesz, hogy ez a kő, melyet oszlopul állítottam fel, Elohim háza lesz, és amit adsz nekem, annak a tizedét neked adom. Még nem volt templom, lévita, magtár, meg semmi. De a lényeg az, hogy ő rá kontrázott arra az ígérete, és ő feltételeket szabott annak. Jahova úgy volt vele, hogy jó. És ez elmegy egészen odáig, Míg a 32-es fejezetben Jakob angyallal találkozik. Ez ugye a 21-es verstő. De még előtte hagyd mutassak valamit. Ez ugye eltett, mert négy fejezet. Ez a, ez a negyedik, a 28-tól. Azt mondja Jakob. Ó, én atyámnak, Ábrahámnak Elohime és atyámnak, Itzáknak Elohime. Jahua. Ki azt mondád nekem? Szóval ő emlékszik, hogy mit mondott neki akkor, amikor miután ő rákontrázott. Tér vissza a hazádba a te rokonságaid közé, és jól teszek veled. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél, és minden te hűségednél. Emet, úgy mint megbízhatóság, stabilitás, állandóság, hűség, őszinteség, igazság, hit. Melyeket te szolgáddal cselekedtél? Szóval minden, amit te teszel, annál én kisebb vagyok, és semmit nem érdemlek meg. Mert csak pálcámmal mentem vala át a Jordánon, és most két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek engem, az én bátyám egy száv vagy Ézsau kezéből, mert félek őtőle, hogy rajtam üt, és levág engem, az anyát, a fiakkal egy. Te pedig azt mondtad, jó tévén, jól teszek veled, te magadat olyanná teszem, mint a tengerfövenye, mely meg nem számláthatik sokasága miatt. Elkészíti az ajándékot, előre teszi az első harmadot, a harmadik harmadot, stb. kitalálja ezt az egész rendszert. És akkor jön a malák. Harcol vele, ismeri ezt mindenki, és azt mondja, hogy nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz. Szóval ez a harc reprezentálja mindazt az utat, amit ő megtett a születésétől elkezdve, eddig a pontig, amíg harcolt a maláka saját magával. Hogy ő ne legyen többé az, aki átveri ezeket az embereket, hanem átváltozzon egy másik emberré. És azt mondja neki, mi a te neved? Kérdezi a malák. Azt mondja, hogy Jakob, az, aki átveri a többi ember, kitalál egy kerülő utat. Az meg azt mondja, nem Jahóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Jiszra el nem tágít Elohimtől. Áhatatosan kitart Elohimmel. A nehézségek dacár harcol Elohimmel. Nem engedi magát lebeszélni vagy leállni. Átváltozik arról az emberről, aki átveri a többi ember, arra az emberre, aki végül azt csinálja, amit Jahua mondott. Nem hagyja magát lebeszélni, leállítani, nem engedi magát el, nem engedi el Jahuát oda harcolja magát hozzá. Mert küzdöttél Elohimmel és emberekkel, és győztél. Itt változik át Jakob és erre. Ez a történet érdekes módon egyébként, amint fel kell a... Na ja, bocsánat, nevezte ezt a helyet Penielnek, Peniel az Elohim arca. Mert látám Elohim színről színre, és megszabadult az én. Ez ne fes. Lelke. Az a történet, ami elkezdődött a harc, a mikor a Rebeka kérdezte, hogy hogy, hogy hogy lehet, hogy ez a két valami itt harcol bennem, onnantól kezdve, eddig a pontig, ez az ember harcolt és megváltozott. És a végvezette egy úton, és annak az lett a vége, hogy ő megváltozott, iszra erre. Szóval mi ugyanúgy meg kellene, hogy változzunk, hogy minket is úgy tudjon hívni, hogy XY y el mert ennek a családnak a tagja lenne akkor mindenki a végére, aki hajlandó legyőzni magát. Lehet, hogy jakóbnak az volt, hogy ő ezzel a furfanggal éri a célját, mindenki másnak más az, amit le kell győznie, de mindenkiben van valami, amit le kell győzni, és a végén Izrael lesz ennek a harcnak a végén. És akkor látja Elohimet majd színről színre, mint ahogy jakób és aztán később Izrael.